Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és ez a mai videó a Jújúval és Orsival létrehozott mesés projekt menünknek a második update-je. Ha érdekel titeket részletesen, hogy hogyan is működik ez a projektben, mi is ez a projektben, és még esetleg nem láttátok az intro videónkat, akkor természetesen azokat is be fogom linkelni, de a videó alá, ugyanúgy, ahogy Orsinak és Jújúnak az update-jét, tehát hogy őket is természetesen könnyen el tudjátok érni ettől a videótól, de... Miről is kezdtem beszélni? Ja igen, a szabályokról. Szóval az intróban természetesen részletesen elmondtuk a szabályokat, hogy mi alapján és hogyan alakítottuk ki ezt a projektet, de így nagyon röviden arról van szó, hogy minden hónapban 6 darab smink terméken dolgozunk, és ezt a 6 darab smink terméket és az ehhez kötődő 6 darab különböző célt úgy választjuk ki, hogy összeírtunk egy listába 48 olyan fogalmat, kifejezést, szereplőt, karaktert, mesét, ami a mesék világához tartozik, a mesevilágához kapcsolódik, legyen az népmese, legyen az műmese, legyen az Disney mese, szóval bármi jöhet. És ebből a 48 kifejezésből, ugye randomizált módon választjuk mindig azt a 6 kifejezést, amin dolgozunk. Tehát hát nem minden hónapban kezdünk el 6 új terméken dolgozni, hanem az a lényeg, hogy egyszerre 6 terméken dolgozunk, amin ugye a különböző célokat szeretnénk elérni, ha elértük a célt, akkor az kikerül úgymond a kalapból, és helyette húzunk egy új terméket. Na, ezt mindig olyan bonyolult elmagyarázni, pedig tök egyszerű dologról van szó, és nyilván értitek, hogy mire gondolok. Szóval, nézzük is, ugye 6 termék volt, amin dolgoztam, a szabályok szerint ebben a hónapban, és 3-on elértem a célt, ugye ez azt hozza magával, hogy majd 3 új terméket fogok választani a következő hónapra, és a bennmaradt 3 terméken továbbra is dolgozni fogok. De nézzük is. Kezdjük azokkal, amin nem értem még el a célt. Kezdjük azzal, amin a legrosszabbul teljesítettem, és haladjunk az egyre jobbak felé. Szóval kihúztam a varázsfőzetet, és én ehhez a varázsfőzethez, a Mayaninak ezt a Magic Lip Oil nevezetű termékét választottam, amit 7-szer szerettem volna használni, és egy alkalommal sikerült eddig használnom, pedig nem egy nehéz termék, ugye ez egy ilyen színváltós termék, így zöld színe van, és akkor a bőr melegétől, vagy pH-jától, vagy nem tudom mitől, de rózsaszínné változik, szóval nem olyan nehéz használni, egyszerűen csak valamiért mégse használtam. A következő termék az egy fekete szemfesték volt, ugyanis kihúztam az ördögöt, aki ugye a népmeséknek egy ilyen eléggé állandó szereplője, tehát elég sok mesében találkozhatunk vele, és én neki egy fekete szemfestéket választottam, méghozzá az egyik kedvenc palettámból, a Nablának, ebből a Side by Side palettájából, úgyhogy itt van ez a bizonyos fekete szemfesték, és ezen az volt a célom, hogy 7-szer használjam. Egyébként elég sokat használtam, mert 5 alkalommal használtam, úgyhogy még 2-szer kell használnom, ez egyáltalán nem lesz probléma a következő hónapban. Általában egyébként ugye úgy szoktam használni, hogyha fekete szemceruzával kihúzom a szememet, akkor ezzel a fekete szemfestékkel fixálom. De volt, hogy besötétítettem bele a sminkemet, úgyhogy hát azért egy fekete szemfesték eléggé jól variálható. A harmadik termék, amin nem értem el a célt, és még nem tudom egyébként, hogy mennyi van belőle, ez a Shiseido-nak, ez a Synchro Skin Self Refreshing nevezetű színezett arcápolója, ami tényleg csak egy ilyen tint, tényleg egy ilyen nagyon-nagyon enyhe fedést ad, úgyhogy teljesen jól lehet használni a hétköznapokban. Ez egyébként a 315-ös medium árnyalat. Csinálok nektek róla egy swatchot, hogy lássátok, hogy ez körülbelül milyen színe van. Ugye így talán egy picit sötétnek tűnik, de hát ugye ez csak egy ilyen skin tintet így teljesen eldolgozva, ez gyönyörűen mutat egyébként a bőrön. Én szeretem használni. Ami miatt így különleges, vagy ami miatt én különösen szeretem használni, az nem is az, hogy milyen sokáig marad szép a bőrön, vagy a fedése, mert látjátok, tényleg egy nagyon-nagyon enyhe fedése van, hanem azért szeretem, mert nagyon szép, miután újra lepúderezem. Ez most így hülyén hangzott, de hogy értitek, ezáltal nagyon szépen meg lehet hosszabbítani, így a sminkednek az idejét, a tartóságát. Egyébként semmi különösen extra dolognak nem találom, tényleg egy nagyon kis enyhe fedésű alapozó 5 ml egyébként ez a termék minta, és én ezt 3-szor használtam a múlt hónapban, szóval azért még van benne. Ja, és azt nem mondtam, hogy kihez választottam, Technét húztam a Wings sorozatból, és ugye ő így a tudomány, meg a technológiai fejlődés, meg ilyesminek így a kis tündére, úgyhogy emiatt az ilyen self-refreshing technology miatt választottam ezt a terméket. Na és nézzük, hogy melyik az a 3 termék, amin elértem a célt. Itt van 2 olyan termék, ami még az első, vagyis hát az intro alkalmával került ebbe a projektbe. Az első, amit elhasználtam, ez a Baleának, ez az Ultra Sensitive
arcápolója, ez igen ceramidokat tartalmazó változat. Én ezt abszolút kedvelem, szóval árérték arányban, hogyha nem egy ilyen hű, de nagy durranást szeretnél arckrémben, akkor egy ilyen nagyon jó kis mindennapi arckrém. Ugye azért szeretem ezeket az ultraszenzitív termékeit, mert tényleg nem irritálják az arcbőrt, vagy biztos, hogy van valaki a föld felszínén, akinek irritálja a bőrét, nem azt mondom, minden termékben lehet ilyen. Tényleg a legultrában ilyen antiallergén, meg hipoallergén, meg mit tudom én milyen termékekben is, de azért ez nagyon kevés embernek fogja irritálni a bőrét, abban is biztos vagyok. Szóval, ezt a terméket elhasználtam, ez volt vele a célom, látjátok, már csak ennyi volt belőle. Ezt egyébként én Dr. Bubóhoz hoztam, és a Balea Med miatt választottam ezt a terméket. Szóval, ez kikerül most a projektből. A következő termék, ez egy highlighter, amit Mici Mackóhoz választottam, és ez egy ilyen macis highlighter, ez az iHeart Revolutionnek, nem, a Sima Revolution Beauty-nak a Honey Bear Highlighter nevezetű terméke, ami ugye egy ilyen mézes árnyalatú, nagyon-nagyon szép kis highlighter, és ugye ott a maci is rajta, úgyhogy szerintem Mici Mackó az így teljesen tökéletes választás volt, annyi volt a célom, hogy 7-szer használjam, használtam is 7-szer, és örülök. Örülök kifejezetten, hogy most bekerült ebbe a Project Pen-be, mert egyébként eddig nem nagyon nyúltam utána, és most nyáron biztos, hogy fogom még használni, mert tényleg nagyon szép árnyalata van. És ugye van még egy termék, amit elhasználtam, illetve nem elhasználtam, hanem elértem rajta a célt, ezt az előző update-ben húztam a Nácál király kisasszonyt, és én ehhez egy ilyen nude szájceruzát választottam, a Bell Hypoallergenic-nek a Longwear Lip Pencil-jei közül, ez az egyes árnyalat. Tehát ez az egyes árnyalat, ami ugye egy ilyen nagyon ilyen visszafogott árnyalat, kis vékony szájceruza, ezt 7-szer szerettem volna használni, ezt mondjuk elég könnyű is volt így 7-szer használni, bevallom, nekem ezek nem a kedvenc szájceruzáim, a Bellnek ezek a szájceruzái nem rosszak, tehát nincs vele úgy semmi nagy baj, nekem egy picit kemény a formulája valahogy nem annyira, én jobban szeretem, hogyha ennél krémesebbek a szájceruzák, de egyébként egyáltalán nem rossz. És akkor a következő lépés az lesz, hogy ugye elmegyek és kihúzok 3 új számot, 3 új fogalmat, választok hozzá terméket, és mutatom is nektek. Na bevallom az igazságot, ez már megtörtént, ugyanis épp az előbb, amikor befejeztem az előző részt, akkor hívott a férjem, úgyhogy akkor már gondoltam, hogy úgyis leállítottam a videófelvételt, úgyis pont a végén voltam az adott szakasznak, úgyhogy ki is húztam a 3 számot, és akkor mutatom is, hogy milyen termékeket választottam. Az első szám, amit kihúztam, az a 40-es szám volt, és ez Anton Ego, a Ratatouille, a Lecsó című rajzfilmből. Én nagyon-nagyon szerettem a Lecsót, és nagyon örültem, hogy ehhez a rajzfilmhez kaptam most pont egy karaktert, még akkor is, hogyha nyilván az ételkritikus nem az ember kedvenc karaktere a filmben, a rajzfilmben. Na, de rögtön, ami eszembe jutott róla, be fogok róla rakni nektek majd egy képet, azok a sötét karikák a szemei körül, úgyhogy rögtön megvolt, hogy szerintem valami korrektort, vagy valami ilyesmit fogok választani, és végül is úgy döntöttem, hogy a MAC-nek ezt a Prep and Prime korrektorai közül ez a Bright Forecast nevezetű árnyalatú ilyen korrektor, ez egy színkorrektor, és ezzel nagyon szépen ki lehet egy kicsit világosítani itt a szem alatti rész, szem alatti karikákat, úgyhogy Anton Ego-nak én most ezt a terméket fogom használni, és az lesz a célom, hogy 7-szer használjam. A következő szám, amit kihúztam, az az 1-es szám volt, és ez bizony a legkisebb királyfi, és azt gondoltam, hogy hú, ez biztos könnyű lesz hozzá terméket találnom, és nem, ezzel töltöttem el a legtöbb időt. Ugyanis azon gondolkoztam, hogy legkisebb királyfi, hát egyfelől ugye általában valami agyafúrt, csavaros gondolkozású királyfiről van szó, általában ugye ő a főszereplője a népmeséknek, úgyhogy először ilyesmi irányba gondolkoztam, aztán rájöttem, hogy a legkisebb királyfi, és akkor arra gondoltam, hogy akkor lehet valami mini termék. Úgyhogy elkezdtem szétnézni a mini termékeim között, de hogy legyen mégiscsak királyfis a dolog, vagy legalábbis valami királyi, ezért végül egy parfüm mintát választottam, illetve nem mintát, hanem egy mini parfümöt, ez a Versace-nak a Yellow Diamond, Diamond, mint gyémánt, az eléggé ugye így a királyi családhoz köthető. Szóval ez a Versace-nek a Yellow Diamond parfümje, amit én nagyon-nagyon szeretek, nyáron különösen nagyon szeretek, úgyhogy tökéletes választás volt szerintem most ehhez a témához. Látjátok, hogy egyébként körülbelül a felét már elhasználtam, egyébként kevés kell belőle, szóval, hogy ez nem az a parfüm, amiből ennyit én egy hónap alatt el fogok használni, azért ez ki fog sokáig tartani, de az lesz a célom, hogy elhasználjam.
A harmadik szám, amit kihúztam, az a 35-ös szám volt, és ez a hamupipőke. Először majdnem valamilyen sminklemosó terméket választottam, mert hogy hamupipőke ugye nagyon sokat takarít, hát szegénynek ugye ez a feladata. Aztán így a kezembe akadt, és na mondom, mindenképp ez kell akkor. Az Essence-nek a Juicy bombjai közül, ez ugye egy szájfény, van ez a 13-as I'm Allergic to Color nevezetű szájfényük, ami ugye hát így fekete, azért ennyire ez nem fekete, mindjárt így kinyomom nektek, és akkor látjátok, de hát azt gondolom, hogy így a hamu szürke árnyalathoz, tehát hogyha ezen a gondolat folyamon, vonalon elindulunk, akkor el is érkeztünk ehhez a szürke színhez, úgyhogy én ezt a szájfényt szeretném használni 7 alkalommal. Ugye amikor ilyen használati célt tűzök ki magamnak, akkor ebben a projektben mindig 7 alkalmat tűzök ki magamnak, úgyhogy ezt fogom használni, bevallom, még nem használtam. Úgyhogy ez lesz az első alkalma ennek a szájfénynek. Hát egyébként azért nem olyan brutálisan feketetett, lehet ezt majd könnyen használni, de mindenképp ugye valami kicsit ilyen hidegebb, árnyalatú sminkhez tudom elképzelni. Na, hát akkor ez lesz a 3 új termék, amin dolgozom. Ugye az előzőekből még maradt a Miami ajakolaj, maradt a Shiseido alapozó, illetve még 2-szer kell használnom a fekete szemfestéket, úgyhogy ezen a 6 terméken fogok dolgozni a következő hónapban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor Juju és Orsi mivel hogyan haladt az előző hónapban, és milyen új termékeket, milyen új fogalmakat húztak. Gyertek, nézzük meg együtt az ő videóikat. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!